115 éve, 1904. január 2-án született Tóth Menyhért festőművész. Különleges életútja volt, melynek során ugyan sohasem tagadta meg a paraszti, falusias élethez való kötődését, azonban mégis a művészet egyfajta szabadulás volt számára. Gyermekéveit Miskén töltötte. 1930 és 1935 között a képzőművészeti főiskolán tanult. Réti István, Vaszari János és Kandó László voltak a mesterei. Tanulmányai befejezése után gyermekévei színhelyére, Miskére költözött vissza. 1945 és 1958 között mezőgazdasági munkákból, szobafestésből élt. Így első 1941-es egyéni kiállítását 27 évig nem követte újabb önálló tárlat. Magányosan, elszigetelten élt és alkotott annak ellenére, hogy törzstagja volt a Tokaji Művésztelepnek, a Bajai Festők csoportjának és egyik alapítója a Hajósi Alkotótábornak. 1964-től szerepeltek képei egyéni és csoportos kiállításokon. 1976-ban érdemes művész kitüntetésben részesült. Munkásságát 1990-ben posztumusz Kossuth díjjal jutalmazták. Én állítom azt, hogy eljön az az idő, amikor nem okvetlenül szükséges lesz, hogy színnel fejezzük ki magunkat. Hol van ez megírva? Mert az emberi tökéletesedés a fontos. A kiteljesedés. És én most azt állítom és hiszem és vallom, hogy a művészetnek, hát az én munkásságomat is beleértve, elsődlegesen ez az egyedül rendeltetése, hogy az emberi kiteljesedés, hogy létrejöjjön, ez ennek az eszköze. Életművének több mint 90%-a a Kecskeméti Katona József Múzeum gyűjteményébe került. Mintegy 15 ezer alkotása a Kecskeméti Képtár legnagyobb gyűjtemény egységét képezi.